Szerdai nap a keszthelyi piacon. Ilyenkor több mint fél száz árus kínálja színes választékát. Külföldiekkel és természetesen helyiekkel is szép számmal találkozni. Tüttő Szabina meg van elégedve a piaccal. Keszthelyről jöttünk, és igazából a mamámnak jöttünk szedret venni, mert még otthon nem érik, és itt nagyon szép amúgy mindig, ezért jövünk. A gyümölcsök terén most a barackféléknek van a főszezonja. A befőzni való sárga barackot 250 forint környékén, míg a szebbeket 400-500 forintért kínálják. A málna kilója 2000 forint, de már a szilva is megtalálható a standokon, átlagosan 300 forintért. A befőzés mellett a savanyításnak és a lecsónak is ideje van. Az uborka és a paprika kilogrammonkénti ára 250-300 forint, a szabadföldi paradicsom pedig 300-350 forint. Cseh Ildikó felsőpáhaki őstermelő csak saját termesztési gyümölcsöt, zöldséget és lekvárt árusít. Most az elrakni való uborka, ami nagyon menő, fokhagymát viszik még, meg hát a kinti paradicsom annak párja nincsen, ami szabadföldön tele meg a paprikának. Az az illata, az mindenkit megfog. Több újdonság is van a keszthelyi piacon. Elektromos autók számára telepítettek töltőállomást. A nemzetközi adatbázisba is regisztrált ponton ingyenesen a parkolódíj megfizetésével lehet feltölteni a járműveket. A piacot üzemeltető Wüst Kft. Célja, hogy a 2 és 4 óra közötti töltési idő alatt a gépkocsival utazók felkeressék a piacot vagy akár a belvárost. Láttatni a piacot. Ez a szerepe a most elkészült virtuális sétának. A 3D panó felvételek a magasból és a piac több pontján betekintést nyújtanak, hogy hol, milyen kínálattal lehet találkozni. A készítők célja az volt, hogy nem a legforgalmasabb időszakban készült felvételekkel áttekinthető képet adjanak a piacról. A virtuális séta és a hamarosan következő újdonságok miatt érdemes figyelni a keszthelyi piac Facebook oldalát. A piacvezetés becslése szerint a forgalmasabb napokon akár 4000 ember is felkeresheti a piacot. A Wüst Kft. Célja, hogy visszaszoktassák az embereket ide, és a hipermarketekkel szemben hazai és helyi vállalkozók kínálatából válogathassanak a vásárlók. Augusztus 14-én hétfőn egy nagy nyári vásárt rendeznek, ahol még szélesebb választék és játszóház is lesz.